Idén már kérheti, hogy személyi jövedelemadó bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal készítse el ön helyett. A részletekről tájékozódjon munkahelyén vagy a NAV honlapján. Egy X és más semmi. Készült a Nemzeti Adó és Vámhivatal megbízásából. Szóval kényelmes bútorok, tisztaság, rendfegyelem, éberség, WC-jük is van. Tudja, hogy megállt az idő? Nem megy az óra. Kizökkent az idő. Ó, kárhozat, ugye? Értem. De tényleg, mondja már meg, hogy miért vagyok itt. Azt kérdezi, miért van itt? Igen. Hát jó, akkor most már én is azt kérdezem, hogy miért van itt? Nem emlékszem. Picit részeg voltam, de nagyon sokat ittam, de csak bort. Na jó, neve? Irsai Olivér, de csak fröstnek hiszem, azt is méltóság. Szórakozik? Nem, higgy el, de hogy szórakozom. Csak társaságban szoktam, elég kis társaság. Na jó, nem kérdeznem meg még egyszer magát, hogy hívják. Engem úgy hívnak, hogy nem emlékszem a nevemre. Azt állítja, nem emlékszik a nevére? Hát ilyen ne arra, hogyha még nem fordult elő velem, de majd a személyigazolványom az igen. Hát, ha itt lenne. Ja. Anyja neve? Az édesanyja neve, valamilyen Mária. Ezt is elfelejtettem, nem emlékszem. Úgy emlékszem, hogy kisfaluban laktam egy folyóparton, ott születtem folyóparton. De a nevek azok most nem jutnak eszembe. Szeszem. Akkor
Tehát valami? Szörnyen érzem magam, nézze. Nem lehetne valami. Na jó, fuss. Az önvizetes aktáit kérem. Emlékszik egyáltalán valamire? Igen, valamire. Arra emlékszem, hogy egy kocsmában voltam, baráti társasággal. Nem volt olyan rossz társaság. Valamit talán ünnepelhettünk. Arra is emlékszek, hogy Budapesten élek, kisfaluban születtem Magyarországon, az biztos. Igen, ez biztos. Így van. Hogy mi rengeteget tudunk magáról, különböző megfigyelésekből, tanúvallomásokból, jegyzőkönyvekből. Hát magát úgy hívják, hogy Desiré. De időnként más néven is felbukkan. Nem gondolja ezt egy kissé különösnek? Megbocsásson, de sok minden elég különös dolog. Tehát például itt van az egész őrszoba, meg itt van maga is. De olyan ismerős nekem, nem tudom mondani, de is. Talán emlékszik rá? Azt nem mondanád, de abban biztos vagyok, hogy már találkoztam. Jó, lehet, de most nem ezért vagyunk.
Hát akkor könyörgöm, árulja már el, hogy tulajdonképpen miért vagyunk. Azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk a maga történetét. Igen, de az benne van abban az aktában, nem? Ebben az aktában tények vannak, mi a valódi történetére vagyunk kíváncsiak. Valódira? Hát de nézz el, én nem vagyok én vagy ilyesmi arra. Azt mondom. Majd meglátjuk. Nos, szóval először is most térjünk vissza egyelőre a nevekhez. Mondanék néhány. Vizi Béla Novák Miklós. Novák Béla Vizi Miklós. Ismeri valamelyiket? Nincs, hát nem tudom. Hát ugye... A maga esete rosszabb, mint gondoltam, hogy én miért pont mindig az ilyeneket kapom. A múltkor is az a költő, na mindegy. Jó. Akkor most inkább képeket fogok magának mutatni, de ne gondolja, hogy tollas a hátam, látni fogom, hogyha hazudik. Nézze csak! Felismeri valamelyiket? Nos? Igen, hát megmondom, hogy mindegyik ismerős, csak az a gondom, hogy megmondom őszintén, mégsem tudom, hogy éppen kik ők. Biztos forrásból tudjuk, hogy maga rendszeres kapcsolatban állt ezen személyekkel. Nagyon sajnálom, higgy el, pedig segíteni akarok, de nem tudok semmit sem. Na jó, ez így nem fog menni. Valamit tennünk kell, hogy emlékezzen. Doktornő, bejöhet! Itt magára lesz most már szükség, úgy látom. Ide figyelje, nekünk a maga aktáját le kell zárni. Igen. Jó napot kívánok! Kedély csokolom. Doktor, hipnóra vagyok. Én is bemutatkoznék, de sajnos nem jut semmi az eszembe. Most meg mit csinál? Hát mit csinálok? Vizsgálat lesz, gondolom. Lesz vérvétel, vérnyomásmérés, meg pisil, jó? Az ajtókat hagyja békén egyelőre, üljön vissza. Na most, hogyha beleegyezik, hát ez mondjuk nyilván természetes, akkor egy újfajta eljárást fogunk alkalmazni, a hipnózist. Doktornő majd részleteibe beavatja. Hát megváltozott tudatállapotot fogunk most előidézni. Az eljárás nem letétele, de szakértője vagyok a hipnózisnak, úgyhogy nem kell aggódnia. Bocsásson meg, van más választásom? Van, a hadnagyat verigünk benne, mered a nyelve. Azt hiszem meggyőzött. Mondja, ez a tiszta egyébként normális. Nem mindig valami valódi történet akar tőlem. Mit sütjön? Semmi, kezdhet. Jó. Akkor figyeljen rám, helyezkedjen el kényelmesen, úgy. A nyakát is jól támadta meg. Én 1-5-ig fogok számolni önnek, mire 5-öz érek, ön teljesen laza lesz. 1. Pardon, egy cigarettát. Ne rizelődjön, mert szólok a hadnagynak. Lélegezzen jó mélyeket. Csak a hangomat figyelje. Csukja be a szemét, hagyja, hogy szempillája elnehezüljön. Most ellazulnak a végtagjai, ellazul a nyaka is. Hopp, mondtam, hogy támadta meg. Na, így most jó? Egy konyakot. Nincs konyak. Csak a hangomat figyelje. Lélegezzen mélyeket. Gondolatai szabadon áramlanak. Most emlékezzen arra, amikor Budapestre jött dolgozni, az akkori szállására. Érzi lába alatt a padlót, látja a falakat, érzi a szagokat. Jaj, csak azt ne! A szagokat ne! Hohoj, mindenütt az a penetrázsom büdös káposztaszag terjeng, és állok a szobába, nem állok, de hogy állok. Ülök egy vaságyon, kötözgetem a lepedőket egyiket a másikhoz, közben jön Feri a szobatársam. Milyen helyen? Hát egy munkásszállás. Fönt lakunk a legfelső szinten. Nagyon jó. Most meséljen egy bizonyos Ilona nevű nő ismerőséről. Dezi, de mi a jó büdös francot csinálsz a lepedőmmel? Eszedné vagy? Add vissza! Dehogy adom vissza! Sőt, ami ezt illeti, még ez is kevés lesz. Hozd még egy párat, légy olyan kedves! Ki akarsz lógni éjszaka?
Dehogy kilógni akarok, hát abban nincsen semmi. Van egy terv. Na most már érdekel, elmondom? Emlékszel arra a lányra a diófából? A kis diófából. Tudod, az a barna hajú. Akivel a múltkor domáltál egész este? Persze, persze. Hát ez egy csodás lány. Képzeld, egész éjszaka beszélgettünk, és képzeld, ez egy angyal. Csak sajnos nincsen pecónk, úgy gondoltam, ide fogom becsempészni. Icáért kirúgnak, csezd meg! De honnan tudod, hogy Icának hívják? Hát, korábbi emlékeim vannak vele kapcsolatban. Nyáron kellett volna összeszedni, hogy ezt a rutinosabbak szokták. Ilyenkor késő ősszel nincs nagy forgalma szegény Icának. Sajnálom is érte. Te azt állítod, hogy Ica egy... Az! Sajnálom, hogy nem tudtad. Itt él nem messze a szüleinél, nappal a szövőgyárban dolgozik, de hát nem profi, csupán egy igazi lelkes amatőr. Hát én azt hittem, hogy rendes lány. Az is, soha rendesebbet nálam. A francba. És most mit csinálunk? Hát... Segítünk neki fel. Segítünk ide felhúzni Icát. Elhúzhatjuk az elsőre, meg a másodikra, meg ott tudod, meglátják a lépcsőn. Húzzuk fel egyből ide. Ide? A negyedikre az Icát? Hú, hát akkor kell még valaki. A bíró Imre? Ne, a bír, mint tudjuk, Imre tartogatja magát a szerelmének. És? Mi lenne, ha? Remek! Imre! Hol van? Halló! Mindjárt éljek már, majdnem kész vagyok. Gondoltuk volna, nincs itt a szekrény ajtó. Eladi, kötözzük tovább ezeket a lepedőket. Elvittem tipcikét egy körbe. Na, azt látom. Fáj, édes. Menjél vissza, helyet. Mi van? Égkerestetek? Imre, figyelj! Van egy tervünk a számodra, sikerül beszélnünk álmaid asszonyával, és hajlandó eljönni a tüncikeigen titokban. A tüncike viszont szerezned kellene még egy pár lepedőt. Ide jön? Igen, szerez lepedőt, szaladj! Hozom innen! Remélem azt azért nem mondja, hogy mire kell. Hát mondjuk, figyelj! Úgy is jól nőlti, ezt a meglátom. Begyűjtöttem az összeset! De ugye ezt nem mondod el, hogy mire kell mégis? Hát, mert csak egy pár embernek. Miért? Miért nem kell? Na, ez bizalmas, nem tudtad? Én úgyse hitték el, mindegy. Kössétek tovább! Hát nézzétek, hát menj már az idő, hát már itt kéne lennie. Hát itt van, srácok, itt van! Tüncike? Újjá, tüncike! Igen, tüncike, itt van. Csak igazsad, csak. Dobjuk. Dobjuk ki! Kezdjük húzni. Jó, belekapaszkodott. Ez nagyon magas. Imre, figyelj, ez tényleg nem tüncike. Őt itt Icának hívják, és hidd el, sokkal rendesebb lány, mint a te tüncikéd. Meg amúgy is mit gondoltál, hogy a tüncike majd eljön egy ilyen magadfajta trógerhoz? Felvászna a negyedik emeletre? Ebben lehet, hogy igazatok van. Na, mi a gond, fiú? Meg leszünk mi itt ennyien is? Igazadban gondol, mert nekünk mégiscsak van saját nőnk. Mondta is nekünk a bíró Imre, bánom őnek az enyém.
sem a nők utáni rohangálás. Elment az egyetlen nő, ki állandó. Kirúgták? Ja, igen, igen, kirúgtak, de ezt nem bántam, mert ugye úgyis ezt érdemeltem a sorstól. Ugye az ica megcsalt. Megcsalta? Kivel? Kivel? Az egész harmadik emelettel. Abba az egy hétben? Na most mondja meg, és ráadásul még jól elismertek miatta. Hagyjuk a sorsot. Úgy látom, hogy az őrangyala nem vigyázott magát. Hát nem, hát ezt mondom én is, hogy ezt érdemeltem a sorstól, meg az őrangyalaimtól egyáltalán voltak. Meséljen tovább, kérem. Hát nézze, egy pocsék helyre kerültem, de megmondom őszintén, hogy akkor még egészen bizakodó voltam a jövőt, illetőleg tere voltam tervekkel. Most magában jól találtam, én azt, hogy mi lesz, azt, hogy majd mi lesz, de már elsárszerű, 10 évvel ezelőtt. Mondhatjuk, hogy bejött. De legalábbis én akkor azt hittem, hogy ez bejött. Miért? Hát azt hittem, hogy megfogtam az Isten lábát egy pártitkár lánya személyében. Talán maga vallásos? Nem, nem, nem egészen vagyok vallásos, csak hát hogy is mondjam, néha úgy tűnhet. Hát azért csak ne nagyon tűnődjön úgy ezeken a dolgokon. Áj, meg is találtam. Akkor most próbáljon emlékezni 1988 márciusára. Önnek éppen eljegyzése volt egy Mária nevű hölgyel. Meséljen erről, kérem. A kocsi pártja megy új irányba, s velük a bari pártja, aki a régi kárta, kemény titánja, és pont az ő lánya volt Mari. Március hóban ütött az óra, elvetteném, hogy ezt a Mari, s még aznap este, majd hanyat festve, hallom az apus pártja szakni. Igen, igen. Értem, századi feltárs. Köszönöm, hogy hívtál. Én is üdvözlöm a nejedet. Szabadság! Ezt nem hiszem el! Mit képzeled a taknyos? Beköti magát a házunkba, és még a lányunk is kell neki. Mi baj van, drágám? Ez a taknyos, ez a Paprika Jancsi, aki a lányom körül lebzsel, és tegnap a skótviszkivel kínáltam. Tudod, volt pofája megkérni a lányom kezét, és tudod, hogy ez az ember micsoda? És hogy kinek ígérted oda a lányom kezét? Én ígértem oda! Talán te, nem? Az mindegy,
Te tudod, hogy az az ember micsoda? No ne, mondd meg! Az az ember, akit a kegyeinkben fogadtunk, az nem más asszony, mint állj, ki se tudom mondani. Ne csináld ezt, mondd meg azonnal! Miféle ember ez? Pervers, szatír, anyagyilkos? Az az ember. Egy-egy demokrata. Egy demokrata? Igen, az. Érted már? És miért vagy az? Ha demokrata, demokrata. Nem lehet mindenki vörös kommunista, mint ti a pártotokban. Most egyszerű leszek, asszony, hogy megértsd. Ez az ember nem velünk van, tehát az ellenségünk. Leinformáltam. Nem pártag, és kisztag sem volt soha. De hagyjuk, mert igazad van. Nem lehet mindenki vörös, de ezt a szerénynek tűnő fiatalembert letartóztatták március 15-én a Petőfi szobornál, mikor a csőcselék balhézott. Ehhez mit szólsz, asszony? És még viszkivel is kínáltam. És mellesleg odaígérted neki a lányodat? Csoka, Manyuka, ez magának. Valami baj van, olyan furcsán tetszenek nézni. Itt van a mi kis demokratánk. Hogy tetszett mondani? Mi a baj, Sándor bácsi? Mi a baj? Akarom mondani, apuka. Sanyi, tedd le azt a pisztolyt azonnal! Ne jelzd itt az amúri partizán! Mit csináltál te március 15-én a Petőfi szobornál? Te, taknyos! Itt ad a viszkimet, és még a lányom keze is kell. Te, ellenforradalom már! A rendőröket tetszik gondolni, apuka? Akarom mondani, Sanyi bácsát. Félreérti, higgyel, félreérti. Senkit nem visznek be, csak úgy véletlen. Még hogy demokráciát, vagy sajtószabadságot. Ez szintiszta provokáció volt. Karlakozni kellene, és utána meglátjuk, hogy ki a nagy demokrata. Igen, apuka, értem, de higgyel, hát nem úgy volt. Hát az úgy volt, tetszik tudni, hogy sétáltunk a többiekkel az utcán, valami tüntetés lehetett, vagy nem tudom, mert annyian voltak, mint május 1-én. Aztán látom, hogy a fakabáltuk egy szakállas egyetemistát tuszkolnak be az autóba. Hát aztán én meg ugye ünnepnap van, mégiscsak éjjel-nappal dolgozik az ember, hát vettem magamnak egy kőbányai. Erre az egyik rendőr nem küldi a gumibottyával a kezén balasra. Hát az mégse járja, Sanyi bácsi, hogy végre bírok lenni a csőrt magamnak, ezt erre kivelik a kezemből. Én most aztán jó, odaugattam neki, aztán tuszkoltak is engem be a sűrűből a szakállas mellé. Azt mondod, hogy nem tüntettél a csőcselékkel? Kit érdekel a politika? Engem csak a maga lánya érdekel. Balázs, te jó gyerek vagy? Nem szeretnék benne csalódni. Nem fog, higgy el. Na jól van, gyere, higgy el vele! Whisky, sport whisky, 9 éves. Egészségedre. Isten, Isten! Kezdődik a iradó. Gyere, nézzük meg! Mi a franc történik itt? Ezeknek elment az eszük. Nem reform kell ide, hanem gumibot. Jesszusom! Mi lesz itt? Több párt rendszer? Nem áll, apuka. Hát én ilyen terveim voltak. Ezt tették a demokraták, most pedig szét az országot. Hát ezt kitalálták volna hamarabb is. Pedig olyan szépen elterveztem, hogy művezető lennél utána, tűzépvezető, vennék magamnak egy kocsit, egy szép kertes házat Budán, elhűtnék Szocsiba. Hát ezt elszoktam. Hogy így a nálya, de én csak rossz se, aki megesz.
nap összebújva, lapokat nyomva. Az ember a jéghátán is megél, az ember a jéghátán is megél. Várjátok, hoztam nektek valamit! Ugyan már, foglal helyet, mesélj! Ezt figyeld, nővérkém! Ezt csak neked hoztam Amerikából. Á, Laci, nem kellett volna. Ugyan már, bátyám, neked is hoztam ezt, azt figyeld csak! Ezt adod meg! Oh. Mondd csak ki nyugodtan! Ez itt igazi kubai szivar! Castro elvtárs küldte! Ez itt pedig nem kevesebb, mint Amerika legjobb viszkije. Ó, hát igazán nem kellett volna, öcsém. Hát ülj le, foglalj helyet és mesélj, hogy megy sorol. Hát nem volt mindig könnyű, de most már taking easy. Minden a legnagyobb rendben. Van egy ilyen, hogy is mondják, vállalatom, cégem, limited, érted? Kocsikat szerelek és bérbe is hozom őket. Aj. Nekem is dobbantanom kellett volna annak idején. Persze, te mindig tudtad, hogyan kell a rosszabbat választani. És sok kocsi van? Ó, hát több mint 100. Most lesz Újvárosban, Denverben is telepünk. Ja. Nézd csak! Hú, nem hoztam el, pedig úgy bemutatnám a képet a feleségemről. Ó, biztos, hogy szép lány, igazi amerikai vadáncsal. Oh yes, my wife Jenny. Wife Jenny, oh, nem, a wife az nem a neve. Mondjuk attól függetlenül lehet, hogy zsidó, még nem kérdeztem. Mert? Semmi. Csak úgy. Én tőlem lehet ideális. Hát félig, talán tényleg az, hiszen tudod, mexikói az édesapja. Mexikói? És az anya biztos amerikai. Ó, hát ő amerikai, félig ír, félig pedig német bevándorló, de már második generation. Még jó feketék nincsenek a családban. Honnan veszed? Az anyai nagyanyja igazi African. Yes! És ki ott az amerikai? Hát hogy ki az amerikai? Hát mindenki. Atya ég, micsoda világ. Jól van, öcsém. Na ide figyelj. Most mondd meg nekem, de őszintén, valójában tényleg hogy megy a tesor? Hát, bátyám, pocsékul. Volt egy ilyen limited tényleg, de tönkre ment, és most nincsen csak 10 autó. Azokat szerelem. Nem rossz annyira az se, de azért hát kár volt. 15 év, el tudod ezt hinni? És nem láttam apát, nem láttam anyát. Oh shit. Az én öcsém majóra tár. Az én öcsém majóra tár. Mert várta ő, az új világ. Az új világ. New York-i dom. A szárazföld, körülnézve, várja ő, jöttek sokan, énekelni, lengyelek elé, zsidók elé, de egy magyar elé, én öcsém, ezt észleli, zöldséges volt, segédje volt, később az égen is dolgozott, vagy gerendán, New York fölött, Mohawk indián, mocskok között. Én közben ez alatt, de hogy néztem, töprengtem mindenféle ezotériákon, de főleg, Los Angeles, a pálmafák, üdül kinéz az óceán. Hullámlovas az én öcsém, hegyekkel öngészekén. Európa fölött még szűk az én, oroszok maradnak még. De New Yorkból elmegy egy lány, Amerikán.
Olvasunk Budapesten. Megnősült a Laci. Én közben temetek apánkat, anyánkat és erőt. Egy sort sem írok neki. Kimennek hár, az oroszok. Az öcsém jön, és kérdi, hogy az apja hol, az anyja hol. És én vagyok, aki válaszol. Leül nálam az én öcsém. Ajándékok közt néz maga elé. Ez Budapest, az áras föld. Megtudta megint, ki várja őt. Megjöttek sokan, hírek elé. Lengyelek elé, zsidók elé. De egy magyar sem, egy magyar elé. Az én öcsém ezt képzeli. Hogy mindenki elé, csak nem ő elé. Én öcsém, az én öcsém, ezt képzeli. Szóval mi? Már mondtam, megnézem el a munkatársamat vacsorára. Akivel francia ágyas szobát foglaltál. Nézd, félreérted. Persze, kollégád. Kollégáim mind férfiak, annál is szab. Én talán kérdeztem, hogy miért pont csak egy férfival jársz mindig ebédelni? Na, beszéljük erről is. Ezt meg honnan veszed? Miről beszélsz? Hát kérlek szépen, tudom ám. A sógornő volt dolgozik a menzán. Te kémkedsz utána. Különben meg teljesen véletlen, hogy a Józsival együtt tudunk menni ebédelni. És tudd meg, hogy ő legalább odafigyel rám közben. Én hogy odafigyel? És mire figyel még oda? Na ne célhozgass, jó? Csak el akarod terelni a témát, hogy egy nővel voltál a balatonszamosi továbbképzésen. Mert így volt, nem? Csak azt tudnám, hogy minek vagy még velem. Mert szeretlek. Szeret? És közben nem látod, hogy mi történik velük? Na nem vagyunk ugyanazok. Bármint ugyanazok vagyunk, csak egymásnak nem vagyunk ugyanazok. Ez igaz. Először voltam én is a kollégád, aztán a szeretőd, a barátnőd, majd a feleséged, vagy elvileg még most is a feleséged lennék, de már most nem tudom. Mit nem tudsz? Hát, hogy mit is gondolja? Ki vagyok én neked? A feleséged. A feleséged? A feleséged akárki lehet. Bárki lehet a feleséged, de miért pont én? Mert... Most elmondom, mit vagyok, mit nem tökel. Váltálom magadról szép éneket. Dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. Ez szója, csönd vagyok, csönded vagyok. A másik keresek, magad vagyok. Ülhess csak csöndben, hogy dal nem dicsér. Se jel, se lám, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lámot, az nem legetek. Fölében bajolás, hamut vagyok. Belőlem csak jövőd, jó sorvatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál a magadról szép életet. Dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd. Hát nem kéne jönni ilyen? Tudom.
tudom én, mikor mentél. Hát majd negyed órája. Nagyon régen, aggódom érte, nagyon készen van a válása óta. Nem tudja, milyen szerencsés. Hát a válás csodákra képes. Barom, az volt, hogy összejövünk, iszunk párat, te meg már hullarészeg vagy. Még nem. Kisasszony, drága, lenne szíves hozni nekünk még egy rundot? Figyelj, én csak demonstrálom, hogy mi történt volna Desirére, hogyha együtt marad azzal a komcsipalánta leányzó nejével, aki a vérét szívta, de a válását azt azért jól összehoztam. Nézd, milyen seg. Szóval a válását azt megcsináltuk, az, hogy az. Neked feleséged van. Ügyvéd létedre, hogy lehetsz ekkora bunkó? Á, figyelj csak, dumálok. Jaj, most nézd meg. Tessék, hozzátok még valamit? Már minden itt van. Elnézést, kisasszony, a barátom túl sokat ivott. A harmadikat nem látta ki menni? Nem. Nagyon rég. Elment már, nagyon kész van a válás óta, idegileg kikészítette. Nem láttam, nagyon sok dolgom volt. Az a baj, hogy Desiré mindig a rosszabbat választja. Na ebbe igazad van, megőrülök. Annyi mindent mondok mostanában, hogy valami őrület. Úristen, ugye nem arra gondol? Hát de, tudja, itt van a Duna a sarkon, bele sem merek gondolni egyből. Ki is megyek, megnézem a budin, hogy mi van. Hú, remélem nincsen semmi baj a barátjukkal. Látom, magát is nagyon megviselte a dolog. Persze, hogy... Hogy ne, drág? Jöjjön már ide kicsit, vigasztaljon már meg! Jöjjön már, de tegye már ide! Jó van már, elég lesz már. Na, olyan már. Na, jó van már. Nincsen sehol. Pedig már negyed órája elment, bele se gondolok, merek gondolni, hogy hol van. Gyerünk már, keressük már meg, mozogjál már, mintha érnék. De hova keressük? Hát ez a Dunapart, ez nagyon nagy. Hát keresd, ahol idakon. Ahol bele lehet ugrani. Hát de melyiket? Van itt egy híd. Balra, meg jobbra, hát hol? Hát az is lehet, hogy hazament kinyitni a gázcsapot, az minősítettű. Jesszusom! Tél, vagy a villamos elé vetette magát. De lehet, hogy gyógyszert vett. Állíts már le magadat! Jaj, igaza van a barátjának, akármi is történhetett vele. Hát, na lát, és akkor, most mit lehet csinálni? Megvan, drága. Hozna nekünk még egy kanyarra az a szörnyű, silalmas ipari szeszből, amiből szokott. Istenem, most elképzelem, hogy lófrál a Dunaparton, meg a hidakon, és a mélységet nézi, bele sem merek gondolni, mert borzasztó. Készültünk az aggódástól, ja, de... Hát elmentem, vettem újságot, majd vettem cigarettát. Jó égének már azt hittem. Mit hogy... ugyan, mit hittem? Mindegy, gyere, ígyunk egyet a nagy jedelemre. Nem lehet nekem, el kell menni, haza kell mennem, tudjátok. Ki kell nyitnom a... Ne tedd, mi a barátaid vagyunk, segítünk. Ne tedd, nyugi. Hát akkor mi sem, mondom, hogy ki kell nyitnom az ajtót a macskának, amit az ex-feleségem rámagyott. Mert hogyha nem nyitom ki, akkor elkóborol, és még az is az én bajom lesz. Nekem ne hagyjon. Itt hatállat aktájában, hogy magának volt három öngyilkossági kísérlete. Az nem igaz. Nem. Én csak a szépre akarok emlékezni. Mi az, hogy... Á, nem, szó sincs róla. Nem. Minden maga nem ért valami. Mit? Szokott Ergőbe járni. Látott már egy hoppát egyszerre? Persze, igen, de miért kérdezi? És mi volt a benyomása azzal a kapcsolatban? A fák mennyire különbözőek? Hát,
olyan egyformának tűntek, mondhatni van egyik, mint a másik, de miért kérdez ilyeneket? Láttalag a legtöbb fa egyforma, de valójában minden fa más, épp úgy, mint az emberek is. És tudja mi az, ami a fában is, és az emberben is egyedi és megismételhetetlen? Kíváncsian a történet, igen. Mert minden fának és minden embernek más a története. A fák történetét viszont könnyű elolvasni. Igen, és hogyan? Ki kell vágni őket, és a fa története már is olvasható lett a gyűrűiből. Igen, és úgy gondolja, hogy én is egy fa vagyok, mi? Persze, azt hiszi. Vagy pedig annyira tuskónak képzel, vagy gondol. Persze csak vicceltem. Mert mi most azért vagyunk ki, drága barátom, hogy a maga történetét hallgassuk meg. Azt, amitől maga egyedi. Én történetemet. Ezt akarják meghallgatni? Hipnózisban? Micsoda világ ez? Itt belém magyaráztatnak mindent, azt, amit akarnak. Hát ez őrület. Fel kellene ébrednem ebből az álomból, mert így az van, amit maguk plántálnak belém. De ha fölbírok ébredni, akkor viszont az lesz, amit én szeretnék. Kinyitom a szemem, azt alig bírom. Jó, hát akkor maradjunk az álomban, álmodom, csak azt álmodom, amit én szeretnék. Na ezt figyelje, doktornő! Rock and roll music! Amikor kezdi az ember jól érezni magát, ugyan már. Hát szabad országban élünk, szabad állampolgárokként, nem? Dehogy nem! Dehogy nem! Lehet, hogy csak el sem szerintettem valamit ezzel a válással, lehet, hogy nem kellett volna elválni. Most nézzetek másik nő után, nem is tudom, mit csináljak, vagy fogadjak cölibátust, megyek partra. Az neked belépőjegy lesz a pokolba, így sem lesz könnyű elszámolni a nőügyeiddel egyszer majd. Jó van, hát. Biztos, hogy valahol elszúrtam egészet, talán nem kellett volna. Jó van, hagyjuk ezt az önvád dolgot, hagyjuk, szerintem teljesen hagyjuk. Tisztelt bíróság, önvád alkut szeretnék kötni a barátomnak. Jó, de ha mondjuk még egyszer megnősülök. Fiú, hamarosan zárunk, értek még valamit? Akkor is elcseszném az egészet. Figyelj csak. Nemzedéki ellentéteket most egy picit ki tudnánk élezni, nem? Hát de... Na mi van, öreg? Csak úgy itt ülünk, bósolunk. Nem unalmas már egy kicsit? Hány éves magad? 200. Milyen történetei vannak, de hagyja.
úgy is ismerem valamennyi, ugyan már. Igen, uram, igen. Látja, maga se tudja. Azért van az az egész, mert senki nem lát az emberekben bele. Én például... Születtem Magyarországon, 67 éves vagyok. Fejemben összekeveredtek a fél decik kormányzatok. Neveltek az a szeretetre, hittem az Istennel is. Harcoltam két háborúba, s túléltem az Istennel is. Elhagytam kérni, vagy 39 asszonyt, s vagy két annyi elhagyott. Tankcsapdákban húgyoztam, s ettem lótetemet, és mégis itt vagyok. Fejembe egy verkvény áll, mely verkvény muzsikál. Túléltem mindeneket, kormányt és fél deciket. Egy magyar túlél, címzetes vitézlő, tönkrement lábai, de áll önök előtt. Fiam volt, idegbeteg lett, nem bírta a váltásokat, s az unokám, ahogy így elnézem, az is egy gyönge adat. Hogy lesz meg ezen túlélő? Valamit, korcsos úr, s kérdezem én, 100 év múlva, ki beszél itt még magyarul? És ahogy így önöket elnézem, egyik se beton kemény. Elszállnak az első széllel, mi lesz így, kérdezem én. Fejemben egy verkvény áll, mely verkvény így muzsikál. Túléltem mindeneket, kormányt és kérdeziket. Egy magyar túlélő, címzetes vitézlő, tönkrement lábai, de áll önök előtt. Egy állam ez, mintha én nem lennék túlélő belül. Maga tudja, a maga álma. Feltéve, hogy én vagyok az álmodik. Talán valaki más, hát az álom őszinte, más életét élhetjük, de más álmát nem álmodhatjuk. Tehát ez egy álom, vagy az élet? És az élet, nem álom talán. Aj, ugyan már, ne jöjjön már nekem ezzel, én válaszokat szerettem volna. Hát a válasz, lehet, hogy ott van a kérdésben? Persze. Persze, ott hogy ne lenne ott a kérdésben. Úgy érzem, mint hogy ez nem is álom lenne, ugye? A fákat ki kell vágni, ugye? És az embereket? Az emberekkel mi legyen? Úgy érzem, megleltem hazámat, a földet, hol nevemet hibátlanul írják fölébe. És akkor most mi lesz? Kész a leltár? Hát, ennyi. Mit vár? Élete filmjét? Széles vászonnal? A végén meg egy Oscar-díjat, ugyan? Barátom, az élet az nem mozi, hanem színház, ahol minden előadás csak egyszer látható.
Ugyan már kérem, már ne arrúgjön, én nem számítottam semmiféle fanfárokra, meg szárnyas angyalokra, de úgy érzem, hogy az eddig életem talán többet érdemelt volna, mint egy, már megbocsásson, mint egy őrszoba. Ugye, azt hiszi, hogy én ezt élvezem egyébként, hogy itt vagyok. Hát nehogy azt mondja, hogy ezt én találtam ki. Régebben őrangyal voltam, de azokra már nincs szükség. Áttettek ebbe a nyomvat adminisztrációba. Hát ezt borzasztóan utálok. Ide figyeljen, én őrangyal akarok lenni megint. Ennyi. Nem érdekel. Igen. Akkor, igen. Akkor tényleg ennyi. Ennyi volt az egész. Legalább ennyi. Azt mondja, hogy hogy haltam meg. Nézze! Ha nem tudja, nem emlékszik rá, valószínűleg nincs köze hozzá. Talán baleset, vagy olyasmi előfordul. Hát akkor nézze meg itt ezekben az aktákban, de van elég. Ebben az aktában nincs benne. Ennek az aktának vége van. Kérvényeznie kell. Valahol itt van egy ilyen űrlap, de mit tudom, megkereshetem. Kérvényezzen, mert csak ott tényleg ennyi volt. Hát ennyi volt. Tulajdonképpen még teszünk rá egy bélyegzőt. Igen, adunk neki egy ittató számot. Az lényeg. És tulajdonképpen ezzel meg is van, ezzel készen vagyunk. Na. És mi van meg? Micsoda? Hát a maga története, barátom. Ad acta. Tudja. Igen. Vizsgálat lezárva. No. Hát most már csak bánunk el. Igen. Igen, kérek szépen. Ugyan mire? Kopogosszok. Kopogosszok. Ugye? Hát a megjavulok tőle. Hát, nézzel. Meddig várjunk? Hát. Igazából maga várna, hogy tulajdonképpen dolgozunk tovább, mint a kis angyal. Hát tudja, az ítélete. Milyen ítélete várja? Hát az utolsóra, tudja. És meddig? Meddig? Hát addig, ameddig. Nézze, egy év, ezer vagy egy millió, teljesen mindegy, úgy is eljön. Hát az rengeteg. Hát, pontosan ugyanilyen gyors az ügyintézés a másik világon. Na látja, és egyébként meg tulajdonképpen halott, semmi dolga, nem? Várom. Ahogy mondja, persze, várom. Na. Igen. Biztos, hogy halott vagyok? Biztos. Mint a halál. Nézze, Isten malmai lassan őrülnek, de biztosan. Ezt garantálhatom. Igen, bocsánat, majd elfelejtettem. Itt valamit még a végén alá kell írni. Igen. Itt alul. Legyen szíves a nevén, én most már tudja azt is. Várj egy pillanatra. Itt böngészük már át ezt az apró bötűs részt. No. Ide az van írva, de sicsak. Belehet a nyitott ajtón. Ezt milyen nem mondta, hogy milyen ajtón. Milyen apró bötűs rész? Ne csinál. Látom, hölgy akarok lenni megint. Hát milyen kell ezt csinálni? Igen, látom már. Igen. Na nézzem. Igen, szóval a helyzet a következő. Látja ott azt a két ajtót? Látom. A WC. A WC az csak egy álca. Nos, valójában az egyik ajtó mögött, amikor kinyílik, akkor sötétség van, elég hideg és az út lefelé visz. Nem túl kellemes hely. Ellenben a másik mögött kellemes jó idő van, fény és az út felfelé visz. Szerintem érti, hogy miről van szó. Na most csak az egyik nyílik ki mindenkinek. Igen? Igen. És mondja. Lifting. Elcseszít az életét, és még a pokolba is lifttel menne. Hát ugyan. Megmondja. Maga szerint én elcsesz. Hát nézze, azt én nem tudom, de az a történet erről szólt itt, amit mesélt nekünk, az biztos. Én egyébként megértem. Ebben a káoszban, ami odáll van, teljesen megértem. És látja a végén, semmi nem marad. Minek marad? Én nem halmoztam fel semmiféle vagyon. Hát vagyont lehet, hogy nem, de gondolja csak el. Harminc asszony, két melcsizmát, harminc kucsmát, hörni budját. Hej, 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 elvitte mi már. Ha fogom, bevásik, előlök is, jön majd másik. Messze belül.
Én most búcsúzom. Tudja, azért megmondom őszintén, nem hétköznapi történetet hallottunk, az is lehet, hogy egyszer majd valaki odaállt a másik világban, mindezt megénekli. Nem tudhatjuk. Hát akkor, mi történik itt? De várja már, kinyíltak az ajtók. Mind a két ajtó nyitva áll. Ajtó nyitva áll. Hát ez meg kell, hogy nézzem. Igen, itt is van 30-40 ezredik oldal. Igen. Tényleg, azt írja, bemehet, úgyhogy választ. Ez a kegyelmi állapot. Volt már ilyen tényleg, de én is csak hallottam róla, valami költő. Igen, kicsoda? Nem tudom, magyar volt. Há, és mondja, ő mit választott? Ó, tehát teljesen mindegy, ne haragudjon. Ismerve az én eddigi életemet, azt hiszem, hogy én tudom már, mit választok, mert más nem választok. Megyek az utcán lefelé, nyitott a várban hazafelé. Lehet úgy szépen szerint, megyek a nincsből a kamp felé. Cipőben ott az üzenet, az hagyja összes népemet. Visznek szárnyos bokák, minden lépésnél van tovább. Jönnek a házak, oszlopok, túl vagyok rajtuk, túl vagyok. Táncolok nincsből a bal felé, félhívből megyek a hív felé. Megyek az utcán lefelé, viszem a nincset a bal felé. És minden hálám csak az övé, aki ezt így elrendelé. Dombos az ég utcán, csúcsbontját új jutvát lejtmert. Nem minden szárnyas a végeket, és vissza pillanatban. Nem látom én vissza, mi kezdetben vettem meg. Csúcsvonalt akarjon, megyek utcámon lefelé, nyitott kabárban. Megyek egy színes ház felé, jó lesz majd ott a hét felé. Jó lesz a kertben, majd ráncom az ajtókat, bútorok, ott majd mentünk, belém tételnek, és azt kell éreznem, hogy célba érkeztem, és talán lefekszem, végre is lefekszem, és talán lefekszem, a földön elfekszem, és azt kell éreznem, nincs már mit végezzem. Hát ilyen az utcán lefelé, nyitott a bárban hazafelé. Érezte, hogy minden csak az övé, aki ezt így elrendelé. Hát ilyen az utcán lefelé, nyitott a bárban hazafelé. Érezte, hogy minden csak az övé, aki ezt így elrendelé.